Mire kellett ilyenkor jönnöm? Alig aludtam valamit, borzasztóan fogok kinézni ezeken a képeken. Gizsó, példát vehetnél a modellről, ő sosem panaszkodik. Mert egy szót sem beszél spanyolul. Gyerünk, mosolyogj. Figyelsz, Barbara? Én teniszező voltam, nem pedig modell. Már annyira unom, hogy mindketten folyton csak panaszkodtok. Kiről beszélsz? Angóról, ki másról. Állj közelebb Gizsóhoz, jó? Jaj! Mégiscsak fel kellett volna fogadnom egy tolmácsot, bármibe is kerül. Miért nem bízza ezt rám? Tudtam, hogy én vagyok a fényképész, nem? Én pedig a tulajdonos vagyok, nálam jobban nem tudhatja, milyen arculat kell a teljes életnek. Jó, de ehhez akkor sem ért. Amíg én fizetek, azt csinálja, amit mondok. Figyeljen ide, nem látja, hogy milyen rémesen festenek együtt? Bocsánat, rólam beszél. Igen, Gizsó, ki másról. És milyen igaza van? Már megbocsásson, de bojkotálja a munkát. Köszönöm szépen. Így állsz rajtam bosszút? Tessék? Azért, mert a pénzedért vettelek feleségül. Most bosszút akarsz állni rajtam? Senkinek semmi köze a magánéletünkhöz. Akkor világosabban fogalmazok. Az elrontott házasságunk nem ok arra, hogy ilyen megalázó helyzetbe hozzál. Ezt én nem csinálom. Akkor tűnjél el innen. Már itt sem vagyok. Hallgass már, ha nem tetszik, mehetsz utána. Köszönöm szépen. Tartsunk egy kis szünetet. Milyen nyugodt vagy, hihetetlen. Tudtam, hogy te vagy az én emberem. Kész is van. Ne így csinálja fáz, ne. Először csak a hagymát kell megpiríteni magában. A többi zöldség nélkül. Azt mondta az előbb, hogy mindent pirítsak meg. Igen, de egyszerre csak egyet. Nem lehet mindent összeönteni, mert minden zöldségnek más a víztartalma. Másképpen tényleg baj. Hány serpenyő van még a konyhában? Rengeteg idő mindent külön megpirítani, nem igaz? Vandellének igaz volt. A főzés nem magának való, pász. Nézze, tudom, hogy nem lesz belőlem profi szakácsnő, de észrevettem, hogy főzés közben képes vagyok ellazulni, relaxálni. Van benne valami nyugtat. Ez a hely nem erre való. Ha relaxálni akar, menjen egy szépségszalomba, rendben? Fejlődő képes vagyok. Tudom, hogy meg fogok tanulni főzni. Nézze. Fantasztikus illata van, isteni, meg akarom tanulni, hogyan kell főzni. Nézze, ha annyi pénzem lenne, mint magának, biztosan nem robotolik a konyhában egész nap, nem én. De van benne valami nyugtató. A telefonja. A mobilom. A magáé. Tetszik a főzés, szeretek főzni, olyan megnyugtató, amikor én... Halló? Szia, Paz. Ale, hogy vagy? Jól vagyok. Hagytál egy üzenetet, hogy hívjalak vissza. Igen, Milagros hívott. Mi lenne, ha meginnánk egy kávét, és mindent elmesélnék? Jó, rendben. Még el kell intéznem pár dolgot, de utána szabad vagyok. Hol találkozzunk? Juan éttermében vagyok éppen, és van kedved ide jönni? Rendben, akkor ott találkozunk. Elintézem a dolgaimat, és megyek. Remek, várni foglak. Szia! Ó, Sandrita. A volt férjem volt az. Á, igen? Maga panaszkodik, hogy a férje elhagyta magát élete szerelméért, vagyis az egykor volt kedvesért, akibe szerelmes. Igen. Az enyém egy modellért hagyott el, olyanért, aki nekem dolgozott. Igen, de beleszeretett a testőrébe, ne panaszkodjon, jó? Na, engedj el ide, én csinálom, én akarom. Rendben. Ez nagyon tetszik. A következő képnél nézz jobbra, Tángó, jó? Tángó, még egyet, csak egyet. Nem bohóckodom tovább. Nem vagy motivált, mert nem tudod, mi a kampány elmondata. Így hangzik. A teljes élet termékei olyan könnyűvé varázsolják az életét, hogy képes akár Oroszországig is elrepülni. Ezt te írtad? Nem tetszik? Iszonyatos. A kocsiban várlak. Tango! Kell még egy-két kép. Mosolyog. Nézd! Ez az. Most, hogy kettesben vagyunk, kérdezni szeretnék valamit. Te őszintén tudsz örülni annak, hogy Paz terhes lett? Igen. Minden nappal egyre jobban szeretem Pazt. Ezt örömmel hallom. Ez remek. Erre gyere. Jó. Isten hozott nálunk, nézd csak körül. Hát látom. Lecseréltem az irodámat erre a konyhára. Hogy tetszik? Én
Úgy látom, bármire képes vagy a szerelmedért. Ó, drágám. 25 évig voltunk házasok, de egy csésze teán kívül más nem készítettél. Nos, megígérem, hogy készítek nagyon neked tetsz. És Karolinának valami igazán finomat, ha eljöttök végre rendben, ide. Rendben, szabadon foglak. Csak nyugodtan. Mesélj Milagrosról, hazajön végre vagy sem? Úgy tűnik, igen. Úgy tűnik, igen. Azt ígérte, hogy hazajön. Jó, mindig megígéri, aztán nem lesz belőle semmi. Szerintem ezúttal betartja, amit ígért, mert azt mondtam neki, hogy valami fontosat szeretnék közölni. Téged is ezért hívtalak most ide. Ó, oh, tényleg? Ale... Állapotos vagyok. Ikreim lesznek. Tatjana azért lett ilyen, mert szerencsére nem ti neveltétek fel. Elég csak rátok néznem, és látom, hogy alkalmatlanok vagytok. Te terhes lettél az első férfitől, aki az utadba került. És maga csak egy csóró kis orvos, aki sose vitte semmire. Mit tud felmutatni? Még ma is a traumatológián robotol. Mégis mire vittétek ti ketten az életben? Semmire! És ha már itt tartunk, hogy merészel így velem beszélni? Maga senki házi. Nem bántam meg, amit veletek tettem. Sőt, mi több rájöttem, hogy ez volt a legjobb, amit csak tehettem. Nektek nem lett volna szabad gyereket vállalni. Maga szemét látom, megölöm! Elég! Elment az esze? Nem látja, hogy egy beteg öreg emberrel áll szemben? Többet is megérdemelne. Tönkretett az életet magával. Tudom, mit tett magával. Nyugodjon meg. Tudom, mit tett magával. De most annak örüljön, hogy végre megtalálta a lányát. Csak ez számít. Nem nagy dicsőség egy öreget verni. Köszönöm, Agire. Nagyon köszönöm. Nem gondoltam volna, hogy maga fog megvédeni. És most már maga csinálhat, amit akar. Amit akartam, elmondtam. Utoljára mondom, hagyja békén Tatjanát! Mi? Micsoda? Hogy képzeli, hogy joga van eldönteni, ki beszéljen a lányommal? Elképesztő! Nem, sajnos az a lényeg, hogy apám mindenkinek csak ártani tud. Arra kérlek, ne bonyolíts tovább a dolgot. Corrado csak jót akar. Gyere, menjünk ki. Itt mindenki megőrült? Látja, mit tett? Legyen már vége. Elrabolta a lányokat, ami megbocsáthatatlan. Ebből elég. És te? Mit bámulsz? A játszmának vége. Ácsával úrjen. Mondhatok neked valami furcsát? Tudod, úgy érzem, hogy te és Juan Manuel örökké együtt maradtok. Mint ahogy te és Karolina is. Igen, persze. Nem tudom, hogy a kicsi miatt te vagy, mert olyan sok minden történt velem. De Karolina fontos nekem. Lehet, hogy nem olyan fontos, mint neked, Juan, de... Alejandro, mi történt? Csak nem azt akarod mondani, hogy nem vagy szerelmes Karolinába? Hát nem is tudom, nem. De igen, szerelmes vagyok belé, igen. Csak amikor elvettelek, azt hittem, örökké együtt leszünk. Hát nem érted? Hiába az apád, akkor is egy gonosz vén ember, aki tönkretette az életemet. Elvette tőlem a lányomat, és hosszú idegre rács mögé juttatott. Ráadásul el kell viselnem, ahogy előadja a szerető nagypapát a lányomnak. Hülyét csinál belőlem előtted és a családod előtt. Nem látod, hogy mennyire élvezi? Nem tudom elviselni. Ráadásul Juan nem tud semmit azért, mert nem hagyott, hogy elmondjam neki. Egyszerűen beleőrülök. Mi baj van? Nincs semmi, semmi. Semmi, csak... Conrado összekapott a nagyapáddal. Lautaro még alszik, ezért bejöttünk a ti szobátokba, hogy ne zavarjuk őt, ugye nem baj? Nem, dehogy is, csak...
Min vesztél össze a nagyapával? Gyere ide, gyere. Úgy sajnálom, elnézést. Sajnálom. Sajnálom a történteket. Sajnálom. Bocsánat. Tudod, hogy milyen sok konfliktusunk van apámmal azért, amit tett. Ez nem egyszerű Corradónak sem. Főleg, amikor találkoznak. Ez a baj. Nem könnyű megbocsátani azt, amit tett. Hoznál nekem egy nagy pohár vizet? Igen, persze. Jó, köszönöm. Már egy pohár vizet. Mi jutott beléd, Corrado? Azt hittem, hogy megegyeztünk, hogy nem beszélünk. Hogy kérhetsz arra, hogy tartsam is be? Nem várhatod ezt tőlem! Nem... Inkább sétálok. Kiszellőztetem a fejemet. De Tatjana mindjárt itt lesz. Nem érdekel, nem érdekel. Szia! Szívem! Nézd csak, mit hoztam. Sandra megtanította a kedvenc desszertedet, tessék. Ez biztos? Micsoda? Egyedül csináltad? Teljesen egyedül, édesem. Instruált, de én készítettem. Nagyon helyes. Mi a baj, életem? Azt hittem, örülni fogsz. Nagyon neki. Örülök, tényleg. Esküszöm, örülök neki. Akkor? Csak az a bajom, hogy túl sok minden történt ma. Megint veszekedés volt. Kész metét? Veszekedés volt? Igen. Apád és Corrado között. Mi történt? Figyelj, Páz. Tudjuk, hogy milyen az apád. A legtöbb embernek, akihez köze volt, pokollá tette az életét, és... Kérdezni szeretnék valamit. Gondolod, hogy apád tudja, vajon most hol lehet Victoria és Corrado lánya? Igen, tudja, Juan. Sajnos tudja, hol van. És én is tudom. Figyelj, Victoria, tudom, hogy mennyire szeretett Conradot, de ezt akkor is el kell mondanom. Furcsán bánik velem, amitől kellemetlenül érzem magam. Tényleg nagyon kellemetlenül, néha olyan furcsán néz rám, nem is tudom, és ahogy megérint néha, az is olyan bizalmaskodó. Jó, de Corrado az orvosod, neki köszönheted az életedet. Igen, de akkor sem normális, ahogy Corrado bánik velem. Beteges, ahogy ma is ölelgetett. Mit mondtál? Ismételd meg! Ismételd meg! Sajnálom, de jól hallottad. Nem tudom, miért vagy velem ilyen. Nagy hibát követsz el. Nem szeretném, ha úgy ölelgetnél, ahogy az előbb is tetted. Én férnél vagyok, ráadásul sokkal fiatalabb is, és a nénikémmel vagy. Nem is tudom, eleinte azt hittem, azért vonzott hozzám, mert a lányod is ennyi idős lenne, de most már fogalmam sincs, és én nem tudom, talán csak összezavarodtál, sajnálom. De nem szeretnék még több félreértést, inkább ne gyere ide többé. Sosem foglak elhagyni téged. Az apád vagyok. És én az anyád. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép Szinkron csoport készítette.